egy angol leveleiből. Elevelek egy Magyarországon volt angoltól erednek, s hazánk egy nagy érdemű lányához irattak. Vetélkedők közt egy harmadik diszinteresztált személy legnagyobb világot szokott a fejtegetés vagy vitatásbeli tárgyra vetni, s részre részrehajlatlan könnyebben ítélhet a részeknek helyes vagy helytelen állításik felől. Első levél Magyarországról, Európában semmit sem tudnak. Ne keressétek hát határitokon kívül Magyarország javát, sírét, midőn magatokban hevernek a valódi arany és ezüst bányák. Magyarország népét 9 millió óra tévén, 3 millió 14 évű koron alul van. Tegyük fel, hogy 500 ezer nevelést kap, ami sokkal felülmúlja a valót. Úgy, két és fél millió szinte legszükségesebb ismeretek nélkül marad. És így miként jobbulhatna a lakosok állapotja? Miként öregbülhetne a jólét Magyarországban? Íme a nemzeti bánya, melyet munkálni kell, és nemzeti veszteség mindaddig, míg ezen bánya nem nyittatik meg. Másik bánya nyelvetek, melynek valóban honotok nyelvének kellene lenni, mert ez Magyarországotok igazi vétfala, ez dicső s nemes öröksége. Annyi sikertelen kezdet után nemzeti, magyar, állandó játékszínre volna szükségetek, és öregbítenetek kellene minden módon Buda s Pest népességét, egyszes mind nevét Budapestre változtatván. Mindenben pedig a keresztény és nemzeti szót kellene jeligéül használnatok. Második levél. Olyanról, mi kormány ellen volna, álmodni sem kell. Iparkodásitok a nemzetiség kifejlésére vezessenek, eszközitek és cselekeditek tiszta keresztények legyenek. Tudományra kell törekednetek, mert a tudomány, erő és gazdaság minden körülállások közt. Angliát a mechanikai tudomány, Franciaországot a hajóépítés tudománya emeli minden nemzetek fölé tudós társaságtok fordítson figyelmet a fordításokra, és a külföldök írásiból leghasznosabbakat magyar nyelven adja. Le kell vetnetek az idegenszerűség nyugit, Nem esiteknek a franciát, olaszt, angolt, németet, törvényhozóitoknak, tudósaitoknak a latánt. Kormányatok atyai és szelíd segíthet rajtatok. De még ha nem is segít, Magatok erejéből csupán szintén hozzá kell kezdenetek a bajok orvosulásához.